Én tehát egyetértek azzal, hogy a tudás fontos, sőt, az az, ami eljutatott minket erre a szintre. De ami fontosabb lenne annál mindenki számára az az, hogy megértse a saját hiányosságait, az, hogy nem tudja, amit nem tud, meg nem tud egy csomó mindent, amiről tudja, hogy nem tudja. Ahelyett, hogy abba a hibába esnénk, mint a legtöbb ember, ahogyan Salomo, és ezek az emberek bizonyították az ő tanulmányaikból, hogy túlbecsüljük a saját képességeinket, alábecsüljük másokét, olyannak kellene lennünk, amiről beszél Selomó példabeszédek első fejezetben, hallja a bölcs és öregbítse az ő tudását és az értelmes szerezzen érett tanácsokat. Nem elfeledvén azt, hogy a sok beszédben elmaradhatatlan a vétek, aki pedig megtartóztatja ajkait, az értelmes.